Nehéz most beszélnem, hisz izgatott vagyok, de a lényeget illetően kétséget nem hagyok. A balajti fotó 10 év után eljött hozzátok, nem lenne baj, ha egy széket hoznátok. Szépen leülnétek és úgy hallgatnátok, mi az, amitől majd tátva maradszátok. Hát, kedves párok, a divat nem semmi dolog. Ezért, amit láttam a balajti stúdióról, arról beszélni fogok. Békésen sétálok szombaton az utcán, szembe jött egy pár, behaltam a cuccán. Úgy nézett ki, hogy majd pofára estem, mindent megtennék, ha mennyasszonyi ruha fedné a testem. Ifjú pár fején a hajfény játszott, ez igen szép és megható tisztán látszott. Később a párocska állt kezén és lábán, látni kellett volna, balajti fotó és videó ott volt ám a pályán. A pár híd szélén áll, újabb balajti szeszély, bár így totál jelen van a baleset veszély. Földön fekve fotografál Balajti András szegény, a tökéletes felvételekre megvan minden remény. Esküvő napján Canon géppel játszott, de büszke volt magára, ez tisztán látszott. Balajti András valódi eszelős fajta. Bár ő azt mondta gátlásos, de nem látszott rajta. Földön fekve is 3 gépet cipelt, én mikor megláttam, még a víz is kivert. Boldog és szerelmes vagyok nagyon, Balajti fotó-videó stúdió kell, úgy döntöttem, a többit hagyom. A fotográfia és filmezés nem egy hagyományos séma, a barátaid körében ez lesz a legjobb téma. Balajti stúdióban csak egyszer kéne járnod, egy életen keresztül szerelmes lesz beléd a párod. Igaz, a stúdió csak egy pár órácskát fotózott, filmezett, amit láttam, attól, amit művelt, leesett az állam. Ahogyan végig rögzítette a nagy napot, képre, filmre nézve felmelegít, mint misebor a papot. Amikor a pár egyszer csak táncra perdül, Balajti fotó, videó ott terem egy pillanaton belül. Esküvünkre Canon csúcs technikáját hozta, törhetetlen sikerét bizonyára ez okozta. De azért a Balajti fotó videó stúdió nem is olyan laza. Ha szeretnétek, csak reggel megy a Lagziból haza. Fotózását és filmezését nézem félszemmel, tetszik, amit látok, úgy döntök, eme nagy programomon semmiképp sem váltok. A nagy napon készült képeket hamar kaptad, hálából, hogy jó kedved otthon nem hagytad. Mit kezedben tartasz, nem holmi normál papírfajta, ha megfordítod, láthatod, milyen szerelmesek vagyunk rajta. Ha Balajti fotó stúdió fotózik, az a legjobb dolog. Fantasztikus képeid napokon belül kézbe fogod. Úgyhogy ha hozzátok Balajti fotó stúdió nem ért már oda, annak csak ti lehettek az egyetlen oka. Balajti fotó munkája olyan, mint az álom, ezt fotókat nézegetve belátta a párom. Jók lesznek a felvételek, ezt én előre tudtam, ezért a többi fotóst gyorsan ki is rúgtam. És még mielőtt nagyzolásért bárki is utálna, azt mondom, ki nem hiszi, az járjon hát utána. Ha végre eljön az esküvőnknek napja, jól jár, aki a Balajti fotóit kezébe tarthatja.